Az itáliai reneszánsz különleges alkotásában gyönyörködhetnek a művészetkedvelők Budapesten. A világ egyik legértékesebb és leghíresebb képe Leonardo da Vinci Hölgy Hermelinnel című festménye. Az itáliai polihisztor a milánói herceg Ludovica Sforza megbízásából 1490 körül festette a képet. Az képen ábrázolt hölgy 16-17 éves az ábrázás idejében, és Ludovico Sforzának, Milánó akkori hercegének a kedvese. Ludovico Sforza Leonardo da Vinci kenyéradó gazdája is ez időben, és őt bízza meg, hogy fesse le kedvesét. Hogy a kép is mutatja, egy különleges szépségű fiatal lányról volt szó, akit valamennyi kortársa nagyon intelligensnek és műveltnek is ír le. A kép megfestése után ez 1490-91-re tehető, 92-ben gyermeket szül Ludovico Sforzának, azonban a herceg végül is nem veszi el a gazdag, de mégis a polgári családból származó lányt, hanem a ferrarai herceglányt veszi el. Nagyon különleges, hogy egy évig még a palotában együtt él a herceg feleséggel és a kedvessel is, de hát egy idő után vége szakad a feleség, azt gondolhatjuk jogos óhaja okán ennek az együttélésnek. Akkor egy idősebb nemes úrhoz adja hozzá a herceg, gondoskodik birtokról a Cecília és a gyermeke számára, és egy tisztes kort él meg a hölgy, és hosszú ideig egy úgynevezett humanista kis udvartartást tart, költők, művészek egyfajta szalonként járnak a birtokra, és meghányálhatik a világ dolgait, és ünneplik Cecília szépségét és műveltségét, eszét. Egy biztos, különleges, szépségű fiatal hölgy volt, ami Leonardo képén valóban megörökítésre került, és nagyon izgalmas a képen magán ez a különleges attribútum, ez a hermelin, ahogy szokták nevezni. Ezen is vitatkoznak, hogy vajon az hermelin, vagy miféle állat. Nyugodtan tekinthetjük hermelinnek, és ez fontos is a kép szempontjából. Ilyenkor a ábrázolt lányok vagy hölgyek virágot, ékszert szoktak a kezükben tartani. A hermelinnek egy különleges, azt kell mondanom, több szintű jelentése van. Van, aki úgy értelmezi, hogy a hölgy nevére utalt, Cecilia Gallerani, Galli, mint a görögül a hermelinnek a neve. A hermelin a tisztaságnak is a jelképe volt. Ugyanakkor van még egy fontos, azt kell mondani, izgalmas, erotikus üzenete is ennek a képnek, hiszen a hermelin egyben a hercegi kedvesnek, Ludovico Sforzának egyik embléma állata volt, tehát úgy is tekinthetjük ezt a képet, hogy magát a herceget tartja a kezében és simogatja a fiatal kedves. Tehát Leonardo a maga zseniével nem pusztán tökéletesen ábrázolt egy jellemet, egy személyiséget, hanem sokféle jelentéssel is ellátta ezt a képét. A festmény a világ egyik leghíresebb és ennek megfelelően egyik legértékesebb festménye is. A biztosítás értéke 300 millió euró, azaz több mint 80 milliárd forint. Összehasonlításképpen azt tudom mondani, ez háromszor akkora összeg, mint a világon eddig legdrágában elkelt festmény ára. Leonardo különösen értékes festménye a Budapesti Szépművészeti Múzeum, Botticelli-től Tizianóig az itáliai festészet két évszázadának remek művei című tárlatán tekinthető meg. A 15-16. századi itáliai festészetet bemutató kiállításon a Krakkóból érkezett remek művön kívül több mint 80 festő 130 alkotása 2010. február 14-ig látható.